Marien táncolnék, hisz ez a tánc oly szép. Paródiák és musical slágerek is elhangzottak azon a műsoron, amivel Bátaszékváros önkormányzata kedveskedett az önkormányzati intézmények dolgozóinak. A munkavállalók a tulipán és sütemény mellé a Pécsi Nemzeti Színház két művésze, Györfi Anna és Götz Attila vidám zenés műsorát kapták ajándékba. Mi szeretjük a hölgyeket, maradjunk ennyiben is, és hát mindenképpen ez a nap alkalom arra, hogy megköszönjük az ő tevékenységüket. Ugye hát ez egy munkásmozgalmi programból, vagy munkásmozgalmi eseményből nőtte ki magát. Most már azért egy kicsit megszelidült, és valóban arról szól, hogy a férfi társadalom ezen a napon kifejezi háláját és köszönetét a hölgyek irányába. Szekszárdon sem feledkeztek meg a hölgyekről, Ács Rezső a város polgármestere és a polgármesteri hivatal férfi dolgozói egy sárga nárcisszal köszöntötték a női munkavállalókat. Szerettük volna az első 10 hölgyet, aki betér a kormányhivatalban. Nagyon szépen köszönöm. Virággal köszöntötték a hölgyeket a szekszárdi kormányablakban is. Az első 10 ügyfél kapott tulipánt Tolna megye kormány megbízottjától. Tényleg nagyon jó eset, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt mindenki nevének. Nem csak az ügyfelek, a kormányablakban dolgozó hölgyek is virágot kaptak nőnap alkalmából. Azt gondoltuk, hogy demonstrálnánk azt, hogy itt nem csak ilyen szőrös szívű hivatalnokok vannak, hanem néha tudunk meglepetést is okozni, és azt gondoltuk itt a férfi kollégákkal, hogy az első 10 betérő hölgyet, aki a kormányablakban bejön a nőnap reggelén, nekik adunk meglepetésképpen egy szál virágot, egyébként nem csak Szekszárdon, hanem Tolna megyében az összes kormány ablakban. A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, melyet 1917 óta, Magyarországon pedig 1948 óta, minden évben március 8-án tartunk. Ez a nap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkás mozgalmi eredetű harcos a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. Manapság a különféle civil szervezetek ezen a napon a nők ellen elkövetett erőszak formái ellen lépnek fel.